Köszönöm a Budapest Airportnak az elmúlt 30 évet, idén ünnepelte az Elál Magyarországon a 30 éves születésnapját, és ezzel el is kezdtük a következő 30 évet, amiből 10-15-öt én személyesen szeretnék itt tölteni. Ezt így zárójelbe mondtam. Nagy nap ez a számunkra, ahogy a Kam elmondta, az Airportnak talán nem annyira, vagyis nem ezt mondta, ő is értékelte, de nekünk nagyon nagy alkalom, hogy elhozhattuk, én úgy gondolom, az Elálnak a legszebb repülőgépét. Ezt külön kértem, hogy ezt a gépet küldjék ma, és nagy örömmel ezt teljesítették, akik az operációval dolgoznak. Nem menetrend szerint jár még, de mindenképpen szerettük volna elhozni Budapestre. Mi voltunk talán az első légitársaság, lehet, hogy az egyetlen, és nem akarom túl értékelni a szerepünket, aki már 30 évvel ezelőtt rendszeresen széles törzsű repülőgépekkel üzemelt. Egy rövid útvonalon, 3-3,5 óra a repülés Budapest-Tel Aviv között, tehát úgynevezett rövid távú útvonalon rendszeresen széles törzsű repülőgépekkel üzemeltünk. Megfordultak itt a 767-esek rendszeresen, 747-es Jumbo, 707-es, jól mondom, Tamás kollégát kérdezem, az is volt itt, 707-es nagyon régen, de a 747-es az pár évvel ezelőtt menetrend szerint közlekedett. Most 737-esekkel közlekedünk, a Dreamliner-t elhoztuk bemutatni, és nagy örömmel jelentem most itt be, még sokan nem tudják, a rendszerben sincs benne. Jön a következő Dreamliner-ünk is egy-két héten belül, amelyik még a gyárban van, Amerikában, a Boeing gyárban. Nagy dolog számunkra, hogy az első nemzetközi menetrend szerinti repülést, amint Tel Aviv a november végén megérkezik, megkapja a papírjait, Budapestre fog jönni. A legújabb Dreamlinerünk egy 787-8-as repülőgép december első napjaiban várható. Van igény, nagy öröm számomra, hogy nagyon úgy látszik, hogy van igény a minőségi utazásra is. Mi úgynevezett hagyományos légitársaság vagyunk, tehát teljes szolgáltatást nyújtunk. Enni, inni adunk a repülőgépeken, innen látják a gyönyörű új csarnokból, terminál szányból szállítjuk be az utasokat közvetlenül a repülőgépekre. Van igény az utazás, és a legfontosabb célunk, az én személyes célom is, hogy megpróbáljuk állandósítani ezen a rövid távú útvonalon. Talán megint úttörők leszünk ezzel, hogyha egy úgynevezett short-haul útvonalon rendszeresen menetrend szerint széles törzsű gépet, vagy 787-est, vagy 777-est beállítunk. Jön a 777-esünk is, ha már szóba hoztam, szintén menetrend szerint járton, tehát ez a gép, ami most érkezett, és ami most indul, most még nem látják, mert az utasok még nem mindenkiért ide, teljesen tele van. Tehát 282 személy fél a repülőgépünkre, pár héttel ezelőtt tettük be a menetrendbe, a foglalási rendszerekbe, és teljesen tele van. Én is remélem, hogy el tudok vele utazni, hát hogyha felférek, elmegyek, ha nem férek, nem megyek el vele Tel Avivba. Nagyon köszönöm, hogy mindenki megtisztelt bennünket, itt volt az Elál. Ez már nem a 30. születésnapunk, ez egy rendkívüli alkalom köszönteni a világ legszebb repülőgépét, én úgy gondolom. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és hát további jó nézelődés, lesz alkalom, mindjárt megszervezzük, hogy a gépet belülről is megnézzük, hogy kiszálltak az utasok. Köszönöm szépen!